Hát igazából elmaradt a várva várt védtáblán Szentkereszt rangadó. Sajnos a héten különböző okokból nem úgy tudtunk készülni, sérülések, betegségek miatt, ahogy szerettünk volna egy ilyen rangadóra. Meg is látszott a csapat teljesítményén, azt hiszem, hogy a Vépa játék minden elmébe felülmúlt bennünket, és teljesen megérdemelten nyert ilyen arányra is. Ami nekem furcsa volt, hogy azért van jó pár táplán szentkereszti kötődési labdarúgunk már egy jó ideje, és egy celdemelki gyerek, a Szár Tamás volt az, aki torony magasan a játékával, meg a szívével, küzdeni tudásával, akaratával gyakorlatilag a tápláléjakat megszégyenítően vetette bele magát a mérkőzésbe, meg játszott úgy, ahogy elfogadható lenne. Megyünk tovább, dolgozunk, nincs vége a bajnokságnak, próbáljuk majd kijavítani a hibáinkat, aztán készülni a következő mérkőzésre. Az eredmény az nem tükrözi egészen a játékképét. Az igazság, hogy egy kicsit szerencsés helyzetben voltunk, mert a ellenfelünk tartalékosan érkezett, és mérkőzés közben is meghatározó játékosokat kellett neki cserélni. Ettől függetlenül a mérkőzés elején, ugye második, harmadik percben már vezettünk, 12. perc a 2-0 volt, amikor az ember egy ilyen eredményt elér, akkor sokkal többet ki lehet hozni a mérkőzésből, mint amit végül is kihoztunk belőle. Nem a 6-0 vagyok elégedetlen, hanem néha a játékunk akadozott, meg a helyzet kihasználásunk meg főleg. Mindenki tette a dolgát, ma nem voltak annyira szuper teljesítmények, a kapusunkat emelném ki, mert volt két olyan szituáció, amikor lélektanilag fontos pillanatban védett Zitzert. Tesszük tovább a dolgunkat, megpróbálunk minden mérkőzésre úgy felmenni, hogy nyerjünk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.